Igyekszem improvizálni egy kivonatot gyakorlatilag Magyari Gábor előadásából, aki elnézését kéri, hogy nem tud jelen lenni, mert hogy közben jött ez a külföldi kiküldetése. Maga a program, a Hunor programot az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, illetve azon belül az Energiatudományi Kutató Központ koordinálja, és a több alprogram között az egyik jelentős ugye, alprogram az űrhajós képzésért felelős alprogram, aminek a vezetője Magyari Gábor. Itt hát, akkor ami a lényeg, amiket kiemelnék belőle, egyrészt az, hogy egy cél volt az, hogy a felbocsátás előtt 18 hónappal legyenek kiválasztva az űrhajósok, akik végigmennek a kiképzésen. Tehát ez egy ilyen szűk, vagy hát ez egy ilyen szigorú követelmény. És hát az egész program, ugye a kiválasztás idén évelején indult, ugye egy nyilvánosan meghirdetett lehetőség volt, amelyre magyar állampolgárok, különböző követelményeknek megfeleltek, állampolgárok jelentkezhettek. És maga a kiválasztási folyamat összességében három fázis ölel föl. Van egy ilyen háttérfázis, ami főként, inkább így mutatom, mert nem látszik a többi része, tehát egy online teszten alapul. Ennek egyik része adminisztratív, a másik pedig egy alkalmassági teszt. A következő fázis az orvosi fázis, ami további három alfázis, vagy alfolyamata feladatra tagozódik, és a végén érkezünk a harmadik fázisba, jelenleg ebben vagyunk benne egyébként, a harmadik fázison belül a technikai készségeknek a felmérése, illetve egy interjú szakasz. A legalsó sorban látható, hogy milyen hát veszteségek vannak, tehát hogy az eredeti jelentkezők közül az egyes fázisokban hányan kerülnek tovább. Ugye ezeket különböző, a felelősei ezek különböző szervezetek, több fázisnak a koordinátora maga a Hunor program management volt, illetve hát azon belül a különböző alprogramok. De ezen kívül az Európai Űrügynökség is részt vett a kiválasztási folyamatban, tehát lehetőség nyílt arra, hogy az űrhajós jelöltek az Európai Űrügynökség és a DLR különböző létesítményeiben űrhajós kiválasztáson menjenek keresztül. Erre az adott lehetőséget, ugye, hogy ezzel párhuzamosan, tehát a Hunor nemzeti űrprogrammal párhuzamosan folyik az ESA űrhajósok kiválasztása is, tehát ebbe kapcsolódhattak be. Összesen 247 pályázó volt, vagy jelentkező, és jelenleg 8 űrhajós jelöltnél tartunk, amiből végső soron 2, maximum 4 fognak maradni. Itt van a rangsorolási kritériumok, most nem megyek mindegyik dián végig, mert hosszabb a diasor annál. Az eredeti jelentkezőknek a nemi eloszlása látható ezen a torta diagramon, látható, hogy jóval több férfi jelölt volt. Az alap online kiválasztáson, vagy hát az alapteszten összesen 101-en mentek tovább a 247-ből, és ezek közül itt látható ezen a torta diagramon, hogy milyen felsőfokú végzettségek voltak a jelöltek, tehát ez a 100 fő, akik közül itt látható, hogy milyen egyes fázis végén milyen eloszlások voltak. Egyrészt az életkorbeli, 32 éves átlag életkorról beszélünk, a legfiatalabb jelentkező 25 éves volt ezen jelöltek közül, a 44 minősített közül, és közülük látható, hogy hányan rendelkeztek pilóta jogosítvánnyal és egyéb jogosítványokkal, illetve mennyhányan voltak kutatók, vadászpilóták, illetve polgári repülőgéppilóták és medikusok. Akkor ugye a második fázisban került sor az orvosi vizsgálatokra, amelyeknek egy része a Német Űrügynökség hamburgi telephelyén folyt
az orvos, az Aerospace Institute of Aerospace Medicine-ben, és itt lényegében az volt a lényege ennek, hogy kiszűrjék azokat a tehát megvizsgálják azt, hogy ilyen kontrollált körülmények között hozzán viselkednek az űrhajósok, illetve kiszűrjék azokat a kockázatok, amik abból erednek, hogy milyen az űrhajósoknak milyen kognitív képességei vannak, hogyan tudják ugye az információkat feldolgozni például, hogyan tanulnak. Tanulási folyamatot vizsgáltak, illetve hát idegen nyelvű környezetben kellett ezeket a teszteken keresztül menni. Ráadásul ugye itt alapvetően nem magyarul beszélő emberek végezték ezt. Tehát itt is ugye az egész kiválasztási folyamat során egyébként a munkanyelv az angol, de hát mégis más, amikor idegen nyelvű közegben kell dolgozni. Itt látható a DLR tesztnek az eredményei, illetve a következő stádium az a Semmelweis Egyetem koordináta, ennek keretében átfogó repülőorvosi teszteken mentek keresztül a jelöltek, amelynek a fő lényege az volt, hogy kiderüljön, hogy van-e olyan ismert betegsége, vagy olyan betegség, ami megakadályozza azt, hogy repülhessen a jelölt, illetve hogy van-e valami jelentős kockázata arra vonatkozólag, hogy kialakul valami olyan betegség, ami veszélyeztetheti a küldetést. Tehát ezek voltak a fő szempontok, ennek az eredményei láthatók ezen a dián, és itt pedig a torta diagramon az látható, hogy összességében 8-an mentek át ezen a teszten, és hogy a különböző vizsgálatok szerint, tehát hogy a kiesettek közül mely kategóriában estek ki. Jelenleg folyik a technikai jellegű kiválogatás, tehát most az Energiatudományi Kutatóközpont telephelyén különböző kísérleteket, laborgyakorlatokat végeznek az űrhajósok, tehát itt teszteljük őket, hogy milyen képességeik vannak arról, hogy egy új tudományterület, mérnöki, műszaki területnek a méréseit megismerjék, alkalmazzák, és elég rövid időn belül végrehajtsák. Tehát hasonlót próbálunk tesztelni, mint ami majd az űrállomás fedélzetén vár majd rájuk, ahol számos kísérletet kell elvégezni különböző tudományterületről. És ezeket a tapasztalatokat kívánjuk utána felhasználni a következő a magába a kiképzésben. Itt van az időterve, látni, hogy most messziről nem látni a részleteket, nem is az a lényeg, hanem az, hogy egy eléggé ütemezett menetrend van. A két vagyis a 8 űrhajós jelölt két csoportba van osztva, az alfa csoportnak a mérései, illetve gyakorlatai e hét pénteken zárulnak, és jövő hétfőn kezdődik a Bravo csapatnak a kéthetes kiválogatása, és utána kerül sor az utolsó kiválasztásra. Úgy tömören ennyi, tehát 8 főnél tartunk, várhatóan november végére derül ki, hogy kik lesznek azok, akiket utána ki is képezünk. Köszönöm szépen a figyelmet!